őrszolgálatról szóló 1997. évi 159. törvény módosításáról szóló TPR 3288. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 326 igen szavazattal, 2 ellenében tartózkodás nélkül a részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló TPR 3298. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 328 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 84. törvény módosításáról szóló TPR 3092. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 285 igen szavazattal, 32 ellenében, 10 tartózkodással részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló HPR 3247. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 300 igen szavazattal, 1 ellenében, 30 tartózkodással részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló TPR 3357. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 288 igen szavazattal, 40 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a környezetvédelmi termékdíjról szóló TPR 3387. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 288 igen szavazattal, 43 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Tájékoztatom az országgyűlést, hogy a részletes vitákra ma este kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló TPR 3360. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 300 igen szavazattal, 31 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló HPR 3345. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés az előterjesztést 300 igen szavazattal 31 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló TPER 3376. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 301 igen szavazattal 32 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 99. törvény módosításáról szóló TPER 3358. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztés 292 igen szavazattal 40 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitákra szerdán kerül sor. Tisztelt országgyűlés, most tárgysorozatba vételi kérelmekről döntünk. Az MSZP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az országgyűlés döntsön a számvevőszéki és költségvetési bizottság által elutasított a társadalmi igazságosság erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében szükséges adó- és járuléktörvények módosításáról szóló TPER 2316. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem, hogy az előterjesztők közül kívánja valaki a tárgysorozatba vételi kérelmet indokolni 5 perces időkeretben. Igen, megadom a szót Mesterházi Attila frakcióvezető úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Szeretném indokolni ezt a mostani előterjesztést. A választási kampányban a Fidesz képviselői nagyon sokszor elmondták, maga a miniszterelnök is, hogy radikális adócsökkentés lesz a magyar választópolgároknak, akik bérből és fizetésből élnek. Ehhez képest nem radikális adócsökkentés lett, hanem valami egészen más, hiszen a magas jövedelműeknek, a gazdagoknak valóban csökkentette a Fidesz kormány a terheit az adózás tekintetében, de ezt úgy tette, hogy közben a kisebb keresetőektől vesz el, tehát az ő kárukra csökkentette a gazdagoknak az adóját. A kompenzáció után is még sokan maradtak olyan helyzetben, hogy maximum a nettó keresetük nem változott, de nagyon sokan Magyarországon nem, hogy adócsökkentésként, hanem adóemelésként élték meg ezt a kormányzati intézkedést, és éppen ezért ma közkeletű az a jellemzés, amit az adórendszerükről mondanak, nevezetesen, hogy ez egy igazságtalan adórendszer, mert azokat segíti, azokat preferálja, akiknek amúgy is már több van, és azoknak a kárára teszi mindezt, akik amúgy is kisebb keresetből nehezebb sorsban élnek. Éppen ezért fontos lenne, hogy változtassunk ezen az adórendszeren, hiszen nem csak nehéz helyzetben hoz nagyon sok magyar polgárt, aki tisztességesen dolgozik, hanem bizony nagy bevételkiesést is jelent a magyar állami költségvetésnek, és éppen ezért további megszorítások lesznek szükségszerűek a következő hetekben, hónapokban, években. Erről tanúskodik a Széll Kálmán terve, erről tanúskodik a konvergencia program, amit a kormány előterjesztett. Ráadásul ez az adórendszer nem növeli a foglalkoztatottságot, nem segíti a munkahelyteremtést, és nem állítja fenntartható fejlődési pályára sem az ország gazdaságát, sőt, egy zsákutcás gazdaságpolitika irányába vezeti az országot. Éppen ezért fontos lenne ezen változtatni. És manapság meg pont azt halljuk a miniszterelnök úrtól, hogy tudatosan akarja ezt az igazságtalan adórendszert bebetonozni a kétharmados törvények közé, ami azt jelenti, hogy a következő kormányoknak a kezét akarja megkötni, ami példátlan, hiszen a stabilitás, az ilyen típusú kézmegkötés
akkor jó, hogyha ez konszenzuson alapszik, és nem pedig egy párt vagy egy kormánynak az akaratán múlik. Éppen ezért nagyon időszerű, hogy mégiscsak tűzzük vita témájával azt, hogy Magyarországon egy kulcsos adóra vagy progresszív adózásra van szükség, pontosan az eddigi tapasztalatoknak a figyelembe vételével. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy olyan vita a házban, ami ezt a kérdést napirendre tűz, hiszen ennek a javaslatnak a keretében azt található, hogy a munkajövedelmek után 5 millió forintig 16%-kal, az a fölötti rész után pedig 32%-kal adózzanak a bérből és fizetésből élők, dolgozó magyar emberek, ezáltal egy igazságosabb közteherviselés jöhet létre. Javasoljuk, hogy ne csökkenjen az alacsony és közepes keresetőek jövedelme az adójóváírás összegének és határának csökkenése miatt, hanem maradjon a 2010. évi szinten. Ugyancsak javasoljuk, hogy maradjon különbség a munkajövedelmek és a nem munkából származó jövedelmek között, valamint a társadalmi igazságosság érvényre juttatása érdekében javasoljuk, hogy a kisebb keresetű munkavállalók számára a gyermekek után járó adókedvezményt az állam támogatásként a maximálisan igénybe vehető mértékig egészítse ki, illetve azt is javasoljuk, hogy a társasági adók a 2010. évi szinten maradjanak, mert a csökkentések semmilyen foglalkoztatást növelő vagy növekedést ösztönző hatása nincs. Helyette javasoljuk a munkahelyek megőrzése és bővítése érdekében, hogy a vállalatok, vállalkozások, intézmények által fizetendő járulékok mértéke 3%-ponttal mérséklődjön. Ennek a javaslatnak az alapján a költségvetés igazságosabb és fenntarthatóbb lenne, új munkahelyek jöhetnének létre, és a költségvetés egyensúlya továbbra is biztosítható lenne, hiszen az MSZP javaslatai alapján keletkező bevételek biztosítják a kieső bevételek pótlását, és nem lenne szükség az önök által beharangozott, az alacsony kereseteket leginkább hátrányosan érintő további megszorításokra. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, annak parlamenti többségét, hogy támogassák a társadalmi vételt. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Megkérdezem, kíván-e élni valaki a 2 perces felszólalás lehetőségével? Igen, megadom a szót Zék Kárpát Dániel jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Mindig egy óriási levegőt kell vennem, amikor a Magyar Szocialista Párt a társadalmi igazságosságról és ennek vetületeiről beszél, de ígérem, erős leszek, és ebben a 2 percben összefoglalom álláspontunkat ezzel kapcsolatban, még az alapzaj ellenére is. Jogos kérdéseket feszeget ez az előterjesztés, hiszen nyilvánvaló, hogy az utóbbi egy évben a kormányzat egy dolgot bizonyított, ha valamiben gyenge, az a gazdaságpolitika. Ebben olyan szinten harmadgyenge, hogy igazából minősíthetetlen a teljesítménye. Teljesen jogos, a Jobbik már korábban is javasolta azt, hogy egy progresszív adózási rendszert kell bevezetni. Az MSZP előterjesztésében egyfajta salátát láthatunk, tulajdonképpen a politikai paletta legjobb javaslatait egybegyúrva, ezt a felelősségvállalást legkisebb jele nélkül benyújtva a ház elé, hiszen nyilvánvaló, hogy nincsenek kormányzati székben, nagyon jól sejtik, hogy mi lesz ezen előterjesztés sorsa. Ugyanakkor, hát jó reggelt kell kívánnom önöknek, kedves szocialisták, ugyanis eltelt itt 8 olyan év, amikor ezen törekvéseknek a legkisebb, a leghalványabb jele nem látszott. Hát elmondhatjuk azt, hogy most egy teljesen más irányba fordultak, mint amilyen korábban volt. Elmondhatjuk azt is, hogy ez az egész előterjesztés semmit nem ér, hogyha rendszeren alapvetően nem változtatunk, mégpedig olyan irányba, hogy 2 további elemet építünk bele. Az egyik, a multiknak csőstül kidobált kedvezményeknek a rendszerét igenis felül kéne vizsgálni, enélkül Magyarország nem tud előre menni. A másik ilyen pedig az államadósodás, az eladósodottság és a személyre szóló eladósodottság kérdéskörének a teljes felülvizsgálata. Ezért a Jobbik korábbi javaslatának megfelelően egyértelműen egy 3 kulcsos sávozásban gondolkozunk, 12, 20 és 32%-ban, melynek értelmében megmaradna a középosztály, melynek megerősödése is beindulhatna, és egyértelműen el lehetne kezdeni a kármentéssel foglalkozni, de sajnálatos módon ez a javaslat ebben a formában lényegen és rendszerszerűen nem változhat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 percben Seirin Gábor képviselő hozzászólása következik, LMP. Köszönöm szépen a szót. Való igaz, hogy alapirányaiban üdvözlendőnek tartjuk ezt a javaslatot. Mi magunk is több alkalommal beterjesztettünk már a több kulcsos személyjövedelemadó rendszerre vonatkozó elképzeléseinket. És hát minden esetben készek vagyunk akár bármelyik parlamenti párttal, ellenzéki párttal együttműködni, abban, hogy egy igazságosabb társadalompolitika és egy igazságosabb adópolitika valósuljon meg Magyarországon. Ugyanakkor azért azt én sem bírom megállni, hogy ne hasonlítsam össze ezt a kezdeményezésüket
a kormányzati teljesítményükkel. Nem csak az adópolitikára gondolok, ahol az adópolitika vagy az adórendszer többsávosságának a felszámolása az többek között az önök nevéhez is fűződik. Gyakorlatilag egy kulcsossá tették a regnálásuk alatt a személyi jövedelemadó rendszert, de általában a gazdaságpolitikájuk rendkívül sok tekintetben nem volt más, mint egy álbaloldali gazdaságpolitika. Gondolok itt például a közszolgáltatásokhoz való viszonyulásra, a társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás privatizációjára, amivel kapcsolatban pont az önök kormányával szemben kellett megvédeni a közszolgáltatásokat, illetve azokat az embereket, akik arra számítanak, hogy egy igazságosabb társadalompolitika révén esélyt teremtenek és esélyekhez juttatják őket, arra nézés, hogy részt tudjanak venni a társadalom életében. Szóval én üdvözlöm az önök párfordulását, ugyanakkor azért némi fenntartással kell visszajönnöm ahhoz, hogy az álbaloldali kormányzások után mennyiben tartják valójában magukat ezekhez a szép írott szavakhoz, amelyek valóban szépnek tűnnek így írva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Több jelentkezőt nem látok, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra? Nem kíván. Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Mesterházi Attila és Szekeres Imre által előterjesztett TPR 2316. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés 50 igen szavazattal, 246 ellenében, 38 tartózkodással az előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés, az MSZP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az Emberi Jogi Bizottság által elutasított a foglalkoztatási és szociális rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről szóló HPR 2999. sorszámú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem, hogy az előterjesztők közül kívánja valaki a tárgysorozatba vételi kérelmet indokolni 5 perces időkeretben. Látom, igen, megadom a szót Nyakó István, szocialista képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! A Fidesz által meghirdetett gazdasági szabadságharc, illetve az adósság elleni háború csatamezőin már eddig is több százezer család vesztett nagyon sokat. A közfoglalkoztatás rendszerének szétverése, a devizahitelesek cserbenhagyása, az egykulcsos személyjövedelemadó rendszer bevezetése azoktól kívánt újabb, nevezük így háborús erőfeszítéseket, akik eddig is mondjuk így a frontvonalon harcoltak. A bérből fizetésből élők, az alsó középosztály, a szegények és a nyomor szintjén élők menetelhetnek most is elől, virtuális golyófogóként, mint már azt annyiszor tették a valóságba ennek az országnak a történelmébe. Ismét tömegeknek kell fizetnie a nemzet nevébe keveseknek. A kiváltságosok pedig, ahogy eddig is, jól fűtött otthonokba, jól lakottan, zsebüket államilag megtömve sanálkozhatnak azon, hogy a világ és a háború milyen csúnya. Persze a maguk háborújának vannak szörnyű és még szörnyűbb hadszínterei. A legnagyobb megpróbáltatást elszenvedők földrajzilag jól behatárolható helyen küzdhetnek egyszerűen a túlélésért. A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben élő honfitársainknak a nélkülözésből még inkább ki kell venni a részüket. Itt egy-egy régióban tízezével ízelhetik meg az emberek a nemzeti együttműködésből rájuk eső részt. Azt már egy évvel, a 2011 évi választások után is jól látszik, hogy ez a rendszerváltás bizony nem hozta a többség számára a hozzáfűzött reményeket. Hogy az Orbán rezsim így gondolta a rendszerváltást, vagy az félre siklott, az a következő szavazáson kiderül. Kérem az Országgyűlést, hogy a foglalkoztatási, szociális és rendészeti válság megelőzése, a térségi és roma felzárkóztatás elősegítése érdekében a társadalmi szolidaritás és összetartozás kifejezésének szándékával, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a javaslatunkban szereplő haladéktalan intézkedések megtételére szólítsák fel a kormányt. Kérem ezt azért is, mert a megtendő lépések minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a 2011-2012 hosszú és hideg tele után majd legyen még mind dolgozni, ha az ország északkeleti része
túléri ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. A kétperces felszólalás lehetőségével ketten kívánnak élni. Megadom a szót Kaufer Virág LMP-s képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr. A foglalkoztatási, szociális és rendészeti válság gyökereit nem az elmúlt egy évben kell keresnünk. Azt gondolom, hogy az MSZP fel kell vállalja azt a felelősséget, ami ennek a válsághelyzetnek az előidézésében az ő 8 éves kormányzásuk alatt történt. Ennek ellenére csatlakoznék Sering Gábor képviselőtársamhoz, aki elmondta, hogy furcsa érzés fog el minket a javaslat olvasása során. Nem gondoljuk hitelesnek ezt az önök részéről, ugyanakkor nagyon sok pontban tudjuk támogatni. Támogatni tudjuk azért is, mert jó magunk is előterjesztettünk már hasonló dolgokat. Én például kezdeményeztem azt, hogy a központi kormányzat vállaljon át a közmunkafinanszírozásból, az önkormányzatoktól legalább 10% részesedést, illetve már májusban kezdeményezett népi kezdeményezésünknek része volt az, hogy állítsuk vissza 18 évre az iskola kötelezettség korhatárát, úgyhogy mindenképpen támogatni tudjuk ezt az előterjesztést. És nagyon fontosnak tartanám még a 15-ös pontot ebben a csomagban, amely a komplex kistérségi felzárkóztató programokról beszél, amely szintén élvezi az LMP támogatását, és a kiskereskedőek egy kulcsos adója, kiskereskedőket sújtó egy kulcsos adókkal kapcsolatosan pedig természetesen egyetértünk, mindig is egyetértettünk. Bár a 8 év kormányzás, ugye, amit az MSZP maga mögött tudhat, nem teszi hitelessé ezt az előterjesztést. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP koalíciónak lehetővé kéne tennie azt, hogy a javaslat csomagot a házon belül megtárgyaljuk, és szégyenteljesnek találom azt, hogyha ezt leszavazzák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. 2 perc, Z. Kárpát Dánielt illeti a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mi azért nem tartanánk feltétlenül szégyenteljesnek, hogyha elutasítanánk a tárgysorozatba vételt, hiszen jelen pillanatban egy olyan kérdéskörről beszélünk, amiben a bizonyítványa senkinek nem lehet makulátlan. Miért mondjuk ezt? Az előző kormányzatok által kiépített közmunkaprogram a hatékony talanság, a szervezetlenség csúcsa volt, kijelentett, hogy nagyon sok esetben a polgármesternek az udvarát, az utcáját, a kertjét csinosítgatták, tehát olyan összegek kerültek kidobásra, amelyek egész egyszerűen jó helyre is kerülhettek volna, nem az önök regnálása alatt, lehet persze közben beleszólni, de ettől ez még így van, a számok ezt mutatják. A jelenlegi kormányzat viszont nevelő célzattal szétaprózta a közmunkaprogramok rendszerét. Ezen nevelő célzat már nem alkalmas arra, hogy olyan tömegeket alkalmazzanak, mint korábban. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy a Jobbik fővárosában, Tiszavasváriban a korábbi 600 közmunkáshoz képest 40-valahányan maradhattak csak. Mégis elmondható az, a szétvert közmunkaprogram, amit most a Fidesz-KDNP kormányzat létrehozott, egy dologra jó, kozmetikázni lehet az adatokat, azáltal, hogy látszólag többen vesznek részt a közfoglalkoztatásban, de értelmes munkavégzés gyakorlatilag ők sem folytatnak. A legnagyobb bajunk mégsem ez, és mégsem csak az, hogy lényegében a Jobbiktól származott egyedül értelmes közmunkaprogramokra vonatkozó javaslat, hanem az úgynevezett roma köztisztviselők és úgynevezett roma integráció folyamatának az újbóli frissítése. Nem tudunk mit kezdeni a cigány integrációnak azon fogalmi köreivel, melynek értelmében az utóbbi 20 évben mintegy 300 milliárd forintot költöttek erre a kérdéskörre. Nem tudnak nekem integrált embereket mutatni, mert aki följebb került, az önerejéből került följebb. A Jobbik pedig elutasítja azt, hogy bárkit is származása miatt pozitívan diszkrimináljunk. A teljesítménynek kell döntenie minden esetben. A szociális segélyek helyett munkát kell adni, igen, adott esetben közmunkát mindenkinek, aki képes a munkavégzésre. Ez az erőltetett, izzadságszagú pozitív diszkrimináció, ez végleg elvetendő lenne. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Nem kíván. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Mesterházi Attila és képviselőtársai által előterjesztett HPR 2999. sorszámú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés 48 igen szavazattal, 286 ellenében tartózkodás nélkül az előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt országgyűlés, a Jobbik képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az országgyűlés döntsön az Oktatási Bizottság által elutasított az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséről szóló HPR 2910. sorszámú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem, hogy az előterjesztők közül kívánja valaki a tárgysorozatba vételi kérelmet 5 perces időkeretben indokolni. Igen, megadom a szót Ferenczi Gábor, Jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Bizonyára a Jobbik frakcióján kívül más pártok pacsoraiban is többen egyetértenek velem abban, hogy a magyar oktatás ügye nemzet stratégiailag fontos kérdés, mely nem lehet a megszorítások és a takarékoskodás tárgya, hiszen minden erre a területre jutó forint jövőnkbe való befektetés. Az MSZP-SZDSZ kormányok alatt folyamatosan zártak be intézményeket, sajnálatos azonban, hogy az elmúlt időszakban a balliberálisok nyomdokain tovább haladva országszerte ismét óvoda és iskola bezárási hullám tapasztalható. Nem hiszem, hogy a választók 64%-ának nevezetes 52%-a felhatalmazta volna a jelenlegi kormányt arra, hogy struccpolitikát folytatva asszisztáljon ehhez. A senkinek nem kell magyarázni, hogy különösen a kis településeken micsoda népesség megtartó ereje van a helyi iskolának, óvodának. Éppen ezért nagyon fontos a jelenleg meglévő közoktatási intézményhálózat megőrzése. A negatív folyamatok az oktatási területen azonban már a nagyobb településeket is elérték. Időhiány nem tudom felsorolni azt a rengeteg falvat, várost, ahol az elmúlt időszakban a helyi önkormányzati testületek arról döntöttek, illetve fognak dönteni, hogy a fenntartásukban lévő közoktatási intézményeket bezárják, összevonják, leépítsék vagy kiszervezzék. Önök a kormány részéről megígérték már tavaly tavasszal, hogy megmentik, sőt akár 9 fővel újraindítják a kisiskolákat. Én magam is interpelláltam az ősszel Hofmar Rózsa államtitkár asszonyhoz, és ő is megígérte, hogy tesznek lépéseket az ügyben. Valóban volt egy úgymond kormányzati szándék erre, idén márciusban kiírásra is került a pályázat 300 millió forintos kerettel, de csak késve márciusban, amikor májusban már lezárultak a beiskolázások. Azt gondoljuk, hogy ez így csak szemfényvesztés, hiszen nagyon-nagyon rövid idő állt rendelkezésre az intézményeknek. A pályázat sikertelenségét jól mutatja, hogy mindössze 4 iskola pályázott. Sokkal időszerűbb lett volna ősszel meghirdetni egy ilyen pályázatot, amikor még lett volna értelme, még mielőtt ezeket az intézményeket bezárták, összevonták volna. Mivel a kormány részéről önök semmi érdemlegeset nem tettek, Jobbikos képviselőtársaimmal, Hegerűs Lórántnéval és dr. Apáti Istvánnal 2 javaslatot nyújtottunk be az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséről szóló határozati javaslatot és az ezzel összefüggő törvénymódosító csomagot, melyek lényege egyrészt, hogy az önkormányzat alapvető feladatellátásához tartozó közoktatási feladatokhoz szükséges önkormányzati vagyontárgyak, ingatlanok, konkrétan iskolaépületek, óvodaépületek és egyéb oktatási célokat szolgáló ingatlanok forgalomtékképtelen törzsvagyonnál nyilvánítassanak. Másrészt javaslatunk területi hatályhoz, az adott település közigazgatási határához kötné a közoktatási feladatellátást, hogy helyben tudjuk biztosítani minél több gyermek számára legalább alsó tagozaton az iskolába járást. Az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság a május 24-én tartott ülésén tárgyalta összefüggő indítványainkat. Fideszes, KDNP-s és MSZP-s képviselőtársaink sajnos azonban nem támogatták azokat. Főérvként az önkormányzatok autonómiára hivatkoztak. Elképesztő módon volt olyan képviselő, aki elbagatelizálta a közoktatási intézményrendszerben zajló leépítéseket, mondván az intézmények csupán néhány százalékáról van szó. Van, amikor a nemzeti érdek felülírja a helyi testület érdekét, sőt a helyi testületeknek mindig a nemzet és a közösség érdekét szem előtt tartva, sem pedig felülről vezérelve, párpolitikai alapon megregulázva kellene működniük. Kérem önöktől, igenis segítsük az önkormányzatokat, próbáljuk meg még az idén menteni azt, ami menthető, mert attól félek, hogy késő lesz. Egy intézmény újraindítása nyugodtan mondhatjuk, hogy 10-szer annyiba kerül, mintha megmentenénk egy jelenleg működő intézményt. A gyermeklétszám csökkenésével pedig nem a jelenlegi katasztrofális demográfiai állapotok bebetonozása lenne az érdekünk. Ehhez igazítva, leépítve az intézményhálózatot,
hanem egy jó családpolitikával a fiatalok gyermekvállalásának ösztönzése. Amíg pedig ez hiányzik, addig a feladatunk az átmeneti időszak áthidalása kellene legyen, akár a 31 milliárdos stabilitási kerettel, amit kaphatnak az eladósodott önkormányzatok, vagy más egyéb forrásokból. Azt gondolom, hogy van ebben az országban pénz, csak nem oda megy, ahová kellene. Idén további 10 milliárd forintot vonnak ki az oktatásból. Az Orbán kabinet tagjai előszeretettel hívják magukat a nemzeti ügyek kormányának. Ha önök valóban úgy gondolják, hogy az oktatásügy nemzetstratégiailag fontos kérdés, akkor kérem szépen önöket, hogy próbálják meg lelkükből elővarázsolni nemzeti énjüket, és ne lépjenek rá a Magyar Bálint és az SZDSZ által kitaposott útra. Mondjanak nemet a további intézménybezárásokra, mondjanak inkább igent a helyi iskolákra, óvodákra, a gyermekek.